szeretnék fellendíteni ismét a településen a futball. Nagyon jó lenne, ha ez sikerülne, mert egy kis részt vállalhatunk, azt örömmel tesszük. Ennek az a neve, hogy Isztiget. Kire használhatták? Ezek képben egy ezek kapartak és alapvények. Úgy, hogy tisztom. Polgármester úr, van valaki, aki ránézésre rögtön megmondta. Nem mondta a felvezetésre. Még használtuk, hogy mi is a technik otthon volt, a Fatemian rovon kis volt, egy maszek fogoros volt ez öreg, és hát ott voltunk, mentünk a földet, voltunk, szántottunk meg. Hát ezt csináltuk ezt a gyerekkori. Hát aki csinálta, azt tudja. Faluból jöttem én, és ugye ilyen kis faluból, és hát mennyi mindent, mert keresztül mentem, ami idáig el tudtam jutni, hogy 25-ös vágat az adó legyen. Sokat kaptam a futballtól, azért is vagyok itt, hogy ha már azt abból vissza tudok adni valamit, hogy itt megindul egy újra átrendeződés, vagy visszarendeződés, akkor remélhetőleg. Ez nagyon sok sikert, erőt, egészséget kívánok mindenkinek, aki emlődi áll, és szép, csodálatos környezetben, rendszerű emberekkel találkoztam, hajrától, és én is ezt tudom mondani, és remélhetőleg ezt lehet majd mondani a következő szezonban, vagy az azt követő szezonban már bajnoki mérkőzéseken is. Bízom abban, hogy eljut hozzátok az az üzenet, amit valójában ebben a küldetésben érzek. És nagyon-nagyon szeretném, és valójában ugye ez a fantasztikus látvány ennek a pályának, az, hogyha kisgyerek lennék, akkor minden nap itt lennék én. Ez nem lenne kérdés, hogy itt kérném a polgármester urat, hogy a hálót hagyja fönt, és nap mint nap rúgnám a labdát, és próbálnám ezt a gyönyörű fickát eltalálni. Szóval nekünk van egy olyan felelősségünk, olyan üzenetünk, amely el kell jutni hozzátok is. És minden egyes település, ahol nincs futball. Ma 90-95%-a az amatőr labdarúgás teszi ki a magyar futballt. A profi világ az csak 5-10%. Nagyon kevés. Az a profi, egy NB1, NB2. A többi mind az amatőr futballból áll föl. És nagyon nagy szüksége van az amatőr futballban erre a szintre, mert mindenhol van, kell, hogy legyen egy tehetség. Amikor a köztárs válogatottaknál dolgoztam, mindig mondtam az adott helyen,
egy embert adjatok, egy kisgyereket adjatok, neveljetek ki, egyet. Ha 20 megyét nézed, az 20 labdarúgó. Megvan a korosztályos vállalatotok. Szóval egyet adjatok ki. Ha Gádoros ki tudott adni egyet, ugyanúgy Makos, Hogyka is ki tud adni egyet. Csak erre nekünk meg kell teremteni a lehetőséget, a feltételeket. A gyerekeknek álmaik vannak. Azt ne hagyjátok ki szem elől. Szóval azok a gyerekek, akik nem jutnak lehetőséghez, nem jutnak körülményekhez, és nem jut el hozzájuk az a tudat, hogy a sport számunkra továbbra is egy kitörést jelent, és egy integrálódást is egyébként, akkor soha nem tud közösségben lenni ez a kisfiú. Szóval annál nagyobb boldogabb pillanatok nem tudják érni az embert, hogyha ide szombatonként vagy vasárnap kijön ez a gyönyörű környezetbe egy közösség, és így beépíteni ezeket a fiatal játékosokat, szerintem ezt meg kell teremteni. Makos Hogykának ott kell lenni az első között. Azért megfőztek engem, és én készültem, és én is föl fogok lépni egy picit, ha nem is olyan nagyon nagy lendülettel, mint egy 20-25 évvel ezelőtt, de itt leszek a pályán, és egy igazi futballista egy kis esőtől nem ijed meg, úgyhogy ezt fogjuk vallani, azt hiszem, a csapattársakkal együtt. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon köszönöm a meghívást. Én is nagyon sok sikert kívánok ahhoz, hogy ez az álom, ez valóra váljon, és ismét legyen itt komoly futballélet Hollóházán. Szinte kötelességnek tartottuk, hogy mi ide jöjjünk. Hát, hogy a nosztalgiázni szeretnék, én is ilyen pályán kezdtem. 49-ben születtem Mérán, és 64-ig ilyen terepen üztem a labdarúgást. Visszagondolva a korábbi emlékeinkre, meg játékostársainkra, hát ez valóban így van, amit szeretnének újból felújítani, és újból elkezdeni, hogy igen, az utánpótlás és a magyar futball valamikor alulról és az ilyen helyekről indult, mint például Füzér. Ha itt a pályára nézek, én voltam az igazi Szanszíróban, ez jobb, tehát ott biztos, hogy nincs ilyen vár, nincs ilyen környezet, és erre szokták azt mondani, hogy aki ilyen pályán tud futballozni, az igazán tudja a futballt. Én kívánom azt, mivel gyerekekkel is foglalkoztam valamikor, és láttam azt, hogy nagyon sok született tehetség az ilyen kis településekről nő fel, de hogyha ezzel egy kis lépéssel, kis segítséggel tudunk majd azzal kapcsolatban, hogy minél több gyerek tudjon itt focizni, és minél több gyerek kerüljön ki ebből a régióból, és legyen nagy futballista, akkor már megérte az egész.
én arra kérek mindenkit, hogy itt a mai napon akkor próbáljuk meg, kíséreljük meg egy kicsit visszahozni a futball feelinget, próbáljunk egy olyan, közösen egy olyan hangulatot varázsolni, ami megszokott volt korábban. 20 évet futballoztam a magyar labdarúgásban, és Pest megyei Albert és a településről jutottam el a válogatottságig, úgyhogy én is biztatok mindenkit, hogy innen is el lehet jutni a legmagasabb szintre. Egy ilyen programmal fölhívjuk a figyelmet arra, hogy szükség lenne ezeken a településeken is a futballra, szükség lenne arra, hogy a fiatalok futballozzanak, összetartó ereje van a futballnak, embert építő szerepe van a futballnak, kapcsolatok kialakítása, barátságok, mindenféleképpen szükségünk lenne arra, hogy ezek a kis településeken újra futballcsapat legyen. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, ugyanis én is ebből a megyéből kerültem föl Tatabányára, meg innen lettem válogatott, én Borsod megyébe születtem én is, Kuritjánba. A Szolvölgyi bányászban játszottam elég sokáig, megyé első osztály, meg a Borsodi bányászba. És ez a kezdeményezés mögé én is nagyon nagy szeretettel álltam mögé. Szeretném, hogyha ezt a futballt itt ebbe a térségbe, a Borsod megyébe is újra sikerülne visszahozni. Az első utam mindig az ilyen megyei és járási csapatoknak a mérkőzésére vezetett ki, mert azért azt el kell mondanom, hogy hiába voltunk mi profi játékosok, az igazi alázatot a futballhoz, a futball iránt mindig ott láttam. Én azt akarom mondani, ne, ezt javasolnám, nem is tudom, ezt nem szabad elengedni. A focit nem szabad elengedni. Óriási nevelő hatása van, megtanul az ember, szinte a foci az élet, megtanulunk közösségbe gondolkodni, megtanuljuk azt, hogy a bírót nem vágjuk pofán, mert ki fog állítani. Megtanulunk egy csomó dolgot, ami miatt jobbak lehetünk, és a jövő generációnak nagyon sokat tudunk segíteni. Nem tudom, én mondom, nem vagyok végképp politikus, tanárember vagyok, de nagyon-nagyon örülnék, hogy igenis legyen foci, ez egy nagyon jó dolog. És nem a profira kell gondolnom arra, hogy ott nevelhető gyerekeket tudunk. Olyanok, akik megtudják a szabályokat, megismerik és illeszkednek hozzá. Próbálják meg még egyszer ezt a dolgot valahol, mert ebből csodák jöhetnek ki.